Műsorunkat a Zaj Stúdió és a Hitspace támogatja. Időközben megalapítottuk az együttesünket is Tomival, mostantól rendelhető a műsorunk. 150 plusz Uti, Szinti plusz Tominak a ének kíséretével fogjuk járni az országot. Komolyra fordítva a szót, visszatértünk szinte az utolsó etapunkkal, a szintikkel, és ebben az órában szintetizátorokkal fogunk foglalkozni, illetve mindenkit belevezetünk itt a külső cuccoknak a rejtelmeibe. Nagyon sokan szerintem a nézőink még in the box dolgoznak szoftverekkel, és kicsit szeretném megmutatni, hogy honnan jött ez az egész, illetve milyen lehetőségek vannak azoknak, akik mondjuk ki szeretnének az in the boxból egy kicsit szabadulni, és meg akarják vásárolni első szintiüket, mit érdemes tudni, mit vannak, mik a lehetőségek, stb. Stb. Úgy van, Tomi? Igen, a kérdésem a válasz igen. Igen. No, én azt mondom, hogy nézzük át, hogy milyen fajta szinti típusokkal találkozhatnak a srácok így alapjaiban, és akkor utána majd megnézzük ezt a kis szörnyeteget itt előttünk, amire igazából órákat szerintem el tudnánk. Igen, igen, nagyon kevés időnk van, úgyhogy nagyon gyorsan kell pörgetni a dolgokat. No, nézzük, hogy milyen típusú szintik vannak így alapjáratban, és akkor nézzük meg, hogy akár mondjuk a kezdőknek mit ajánlunk, mármint új kezdőknek, akik ki akarnak mozdulni a szoftverekből, és miket ajánlunk azoknak, akik már benne vannak itt a külső dolgokban, de szeretnék a parkukat egy kicsit fejleszteni. Értem. Na, hát alapjába véve, ez a kameránk? Igen, ez most a kameránk. Jó. Alapjába véve ugye háromféle szintetizátorból tudunk választani, úgy nagyon alapjába véve. Tehát vannak olyanok, amik ilyen teljesen analóg, autentikusan bármit is modellez, vagy valaminek az újrakiadása, klasszikusok, stb. Új ritmusban. Aztán vannak azok a szintik, amik ilyen hibrid megoldást kínálnak, tehát gyakorlatilag egy szoftveres, digitális igen, valamilyen megoldás, és vannak olyanok, amik teljesen ilyen full digitbe tolják, és minden egyes kategóriában vannak monofón, polifón darabok, vannak univerzálisabb darabok, vannak olyanok, amik bizonyos egy-egy típusú, mint egy klasszik, mint egy Moognak, mint egy Minitaur, és akkor igen, egy klasszik, ilyen basszinti, csináltuk róla műsort, stb. Tehát rengeteg féléből lehet választani. A fő kérdés az, hogy minek választjuk ezeket versus szoftver, vagy mi történik. Így van. Két alapvető pont van, ami nagyban befolyásolja azt, hogy most ott, ugye ezen a dologban mi történik. Az egyik a színpad, tehát ahol bizonyos dolgokat, a latenci miatt, egyéb ilyen izéket. Tehát akkor nézzük a felhasználási módját, tehát hogy ez otthon a stúdióba, vagy ki a fellépésekre. Direkt a színpaddal mm-hmm. kezdek, mert ott végül is az, hogy most valamitbe van egy csomó olyan műfaj, mert bele kell nyúkálni dolgokba, mm-hmm. ez a lényeg, hogy szűrői értekezlet, jövök, megyek, valamit modulálok, stb. És ezt retteltesen látvánnyal, lézervezérlőkkel, meg tudod, voltak ilyen hülyeségek. Meg ezek a varázslós izé. Persze, 80-as években is ment már ez, ennek most újra kezd divatja lenni, mert ugye legfőképpen azért, hogy most már lemez nem vesz senki, persze, tehát ugye a sómazgónak menni kell, mert abból van a zsé. És ezek baromi látványosak, plusz ugye hát ezek a dolgok ugye tényleg teljesen real-time-ok, nem úgy vannak, mint a szoftverekben, tehát ezekkel lehet együtt zenélni, együtt élni a zenével, ott rögtön a színpadon, világos, hogy ez egy abszolút emberi tényező. Ott ezek a fajta vasak, akkor inkább fogalmazunk így, azok kikerülhetetlenek. Van egy csomó cég különben érdekes módon, akik a szoftvereket is próbálják real-time-osítani, tehát vannak ilyen speckó kompjúterek, amik így erre készültek, hogy ilyen minimál latenszivel, de ott világos, hogy akkor is így kikerülhetetlen a latenszi, tehát azt nem tudod megcsinálni, hogy azonnal tyúppog, érted, és hogyják. Tehát az egyik fontos felhasználási. Nyilván színpadon egy full rendszert ott ki kell építenünk. Tehát nyilván. Hogy az mi kezeli, stb. Megmondom, akkor se tudsz real-time-ba beavatkozni, tehát egy csomó minden nem tud menni, a dolgok nem tudnak egymással jól működni, tehát mit tudom, mondjuk egy szérummal nem tudod azt megcsinálni, hogy bevezetsz egy külső hangot real-time-ba, a bassgitárt, és akkor össze kell, ilyesmi dolgokat. Tehát világos, hogy a színpad az egyik ilyen komoly felhasználási terület. A másik meg világos, hogy a stúdiózásnak, illetve a zenekészítésnek az a része, amikor, hogy is mondjam neked, nem tudom ezt jobban fogalmazni, amikor így le akarsz szakadni arról az olcsón gyártható tömegzenéről, tehát trademarkolni akarod gyakorlatilag a saját magadat. Vagy a meglévő szandot akarod jobban egy kicsit. Igen, tehát hogy azt a fajta izét ki tud maxolni, vagy valamilyen szempontból rohadtul autentikus legyél. Vagy annak a stílusnak igénye van arra, hogy ezt
ezt nagyon kimaxoljuk. Figyelj, most vannak olyan stílusok, amik megengedőek minőség szempontjából, szintik szempontjából. Figyelj, minden stílus ilyen, tehát... Nem minden, mert van ami pont ezekről szól. Na jó, oké, de az is a stíluson belül egy banda, akinek ez megy, és van a másik, aki egy másikféle fogyasztó, akinek ez indiferens. Az biztos, hogy... sem a szoftvereket, és most ezt akkor egyértelműsítjük az embereknek, se ezeket a vasakat, úgy, hogy nem értesz hozzá, vagy nem tudod, hogy miről van szó, vagy nem érted a szintetizátor dolgokat, egyiket se lehet jól használni. A szoftvereket sem, hiszen ott is kurvára észni kell, hogy mit csinálsz, mert bizonyos dolgokban nagyon behatároltak. Világos, hogy ezeknek a határok másképp vannak. Másképp vannak a vasaknál, és más határok vannak a szoftvereknél. Vannak olyan típusú zenék, olyan megoldások, ahol ki kell lépni ezekből a komfortzónákból, ahol viccaverzően nem használható szoftver, vagy pont a vas helyett szoftvert kell használnod, mert a vassal nem megoldható az a dolog. Nagyon sokan hibrid megoldásokat használnak zenékbe. Tehát az van, hogy egy-két ilyen főhangszín, érted, basszus, lead, akármi, azokat megcsinálják. Iszonyatosan tüktik most azt, hogy ott a nyolcadik izé... És a hátteret meg megoldják szoftverrel. Azt meg ugye... Ez mixing szempontból nem egy kicsit nehézkes, hogy... Ezeket nehéz összerakosgatni. Az tény és való, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a vasaknak a minősége, még akár az olcsóbbaknak is, bizonyos szempontból, most a minőséget mondom, tehát a hangmérnöki szempontból való feldolgozhatóságában, azért a vasaknak még egy jó testhossz előnye van jelen pillanatban. Tehát a legtöbbnél még akkor is, hogyha zajosabb, vagy mit tűnt, van benne egy kis fújás, vagy stb., de akkor is olyan frekvenciatartományok, olyan belső dinamikák vannak általában ezekben a vasaknak meg a nagy többségében, meg tartalékok, amik a szoftvereknél nem játszanak. A szoftverekre általában igaz az, hogy amit látsz, azt kapod. Tehát ott, hogyha azokban elkezdesz belecsavargatni komolyabban, vagy mit tényleg, vagy valami alakítás kell a mix szempontjából a hangszínen, akkor vagy visszamész a szoftverbe, ami ott ugye kényelmes, és vagy meg lehet csinálni vele, vagy nem, vagy általában azoknál az ilyen jellegű beavatkozások sokkal jobban bünteti a rendszer, a végfelhasználót, mint a vasaknál ilyen szempontból nagyon mozgástered van. Világos, hogy vasakat használni körülményesebb, tehát felvenni, bekábelezni, DI-boxozni, stb. Ezeknél oda kell figyelni. Itt mondjuk, hogy egy felvételi lánc is számít. Így van, tehát azért ne felejtsük el, hogy ez a szintetizátor ez nem szól. Tehát ebből egy kábelen kijön egy váltakozó feszültség, az még nem hang. Tehát az kellnek hangfalak, vagy bármi, ami ez megszólal, tehát igazándiból az lesz a hangja, ez ugyanaz, mint a villanygitárnál az erősítő, tehát így együtt értendőek ezek a dolgok. Most ezt leszámítva, mert nem erről akarok beszélgetni. Ugye a fő kérdés úgy vetődik fel az emberekbe, hogy mikor kell nekem vasat venni, vagy kell-e egyáltalán vasat venni. Az biztos, hogy a szoftvereknek az a fajta előnye, hogy mondjuk úgy elképzelhetetlenül olcsó, és akkor még finoman fogalmaztam, az mindenféleképpen valid, és arra nagyon jó, hogy aki most száll be, vagy most kezd el zenével foglalkozni, ezeknél nagyon jól ki lehet ismerni bizonyos dolgokat. Ott egy csomó funkció össze van zanzásítva, azon egy szoftveren belül is a létező összeszintiből összeharácsoltak bármit, ami eszükbe jutott, és fel tudták programozni. Az, hogy ennek a gyakorlati felhasználhatósága mennyire jó vagy nem jó, de egy dologra biztos, hogy jó, egy iszonyatosan jó és olcsó tanulási lehetőséget biztosít azoknak az embereknek, hogy ezek elkezdjenek otthonosan mozogni, hogy mi az oszcillátor, mi az a szűrő, mire kell használni a burkológörbéket, mi hogy merre, hány méter, delay, izé, stb. Itt kérdés az, hogy megszokja a szoftveres környezetet X idő alatt, hogy mennyire akar ő ebből a kényelemből kimozdulni, mert azért valljuk meg, hogy a kimozdulsz mondjuk ide az analóg környezetbe, ez egyáltalán nem kényelmes az előző workflowhoz képest. Se preset nincs, fel kell venni, stb. Darikám, pornófilmet nézi, mindig kényelmesebb, mint csinálni. Tehát... ez egy nagyon hasznos volt, de érted... Úgyhogy ez mindig így van, tehát az ott izzadsággal fog most járni. Most arra próbálok egy kicsit megkérni, vagy próbáld meggyőzni őket, vagy próbáld lebeszélni őket, mármint azokat, akiknek érdemes váltani akár. Olyan nincsen, hogy pornónéző sztár. Világos?
más pornósztár van. Tehát ahhoz csinálni kell a dolgokat. Világos, hogy... De nem feltétel a sikerhez. Nem, abszolút nem feltétel a sikernek. Tehát azért ezt tegyük hozzá. Mind, ezek a dolgok úgy vannak, mint minden másban is, hogy világos, hogy itt vannak különbségek. Vannak különbségek a szoftverek és a vasak között. A kérdés az, hogy az adott területen az adott ember a saját skilljeivel ezt a különbséget mire tudja használni. Tehát, hogyha most nekem van egy X dolog, amit ez a, mit akármi tud, érted? És én úgy tudom megcsinálni a zenémet, hogy én ezt jól ki tudom domborítani, és én ezáltal, érted, előnyt szerzek, a piac meg a hangszernek azt a tulajdonságát kihasználja, amitől az olyan, a szoftverhez képest. Így van, mert akkor ez világos, hogy azt nem fogja utánozgatni vérpistike a nagyszobából. Nem hinném, hogy egy mugot kéne venni. Pont ahhoz jó. De a lényeg, hogy világos, hogy ezeket a különbségeket meg kell tanulni használni ahhoz, meg hogy ezeket a különbségeket értsd, ezeknek a mibenlétét, meg a mélységét, meg hogy tudod kihasználni, ahhoz meg kell tanulnod a szintetizálásnak az alapelveit, meg hogy mi merre hány méter. Tehát világos, hogy... a VIP csoportunkra jövő évben szólni fog, csak így zárójelben megjegyzem. Jaj, a Sound Design. Tehát világos, hogyha mit tudom, mondjuk valaki, nem tudom, mint csak a Serumba vagy Silentbe nagy spiller, érted? Az előbb-utóbb kis átszokásokkal ezen se fog eltévedni, hiába, hogy sok gomb van. Ugyanúgy hívnak mindent. Így tehát... van. Arra fog, hogy hiákolni, arra fogja felkapni a fejét, hogy Jézus, amit megcsavar a szűrőt, és 15-ször annyi dolog történik, mint a Serumba, és sokkal izgalmasabb, egy egyszerű szűrőcsavargatás itt, mint ott a 500 hangos, mit tém, milyen moduláció. Tehát, hogy organikusabb bír lenni. Na most aztán, hogy ezt a zenéjébe ő mennyire tudja domborítani, kihasználni, vagy hogyan ezeket a plusz addokat ő hogyan tudja úgy integrálni a saját környezetébe. Tehát, hogy ez neki egy játék marad, vagy egy feature a karrierjében, akkor már az már egy másik jó, kérdés. Jó, ez más kérdés. Na, akkor van itt előttünk egy analóg szinti, egy félmoduláris analóg szinti. Igen, beszéljünk inkább ezekről. Igen, jó, beszéljünk. Tehát a mostanában ugye a nagy divat az a analóg szintetizátor. Meg is fulladok közben. Tehát analógokból gyakorlatilag régen is, meg most is ilyen kettő irány van. Van az a, most éppen nincs itt, de majd, hogyha megyünk ki a következő etapba, akkor majd fogom tudni mutogatni. Tehát lesz az úgynevezett ilyen előre húzalozott analóg szintetizátorok, amiknél az van, hogy a gyártó valamilyen úton, tehát módon... ezek a modulok fix sorrendben vannak bekötve. Így van, bekötve. Tehát hogy oszcillátor után jön a mixer után jön a szűrő. És ezt nem tudom módosítani. Azokat hagyják, és ezeket nem tudom módosítani. Gyakorlatilag van egy gyári konfig, ugye ezeknél meghatározza az a hang struktúrájának a szempontjából, hogy ezeket hogyan építik össze. Jellegzetesen ugye az adott szintetizátorra jellemző hányoszci van, ezeknek a miensége, típusa, stb. Aztán vannak azok a szintik, amiket majd ott szintén kint megmutatok a következő második felém a műsornak, csak nem akartunk itt azzal elijeszteni a jó népet, ahol semmi nincs előre berótozva, tehát mindent neked kell így összedugdolgatni. Tehát az összes ilyen... modulot neked így van, kell. Külön-külön meg tudod venni a modulokat is, úgy állítod össze a szintit. Variálhatod a sorrendet, bármit köthetsz bármihez. Amilyen ötleted van, vagy ami neked eszedbe jut, vagy ami amúgy, inspiráló. Ha valaki ki akarja próbálni, egy csomó ilyen ingyenes, ilyen moduláris rendszer van, ami letölthető, és ott ezeket tök jól lehet gyakorolni. Igen. Ingyenes, nyílt forráskódú. Oda nézzünk. Jól van. Aztán vannak azok például, aminek ez is egy ilyen képviselője, az úgynevezett ilyen szemimodulár szintik, ami egy hibrid. Tehát azt jelenti, hogy van egy gyári összeépítés, ahol tehát gyárilag be van. Nem kell bekötögetni, hogy nem megszólaljam. Nem kell bekötögetni, így van, nekünk sincs így bekötögetve, de bármikor fölül tudom bírálni ilyen pecskábelekkel, hogy a gyárba ezt hogyan kötötték be, milyen moduláció, hova menjen, miből, hova, stb. Tehát így a lehetőségek már sokszorozódnak. Így van. Na most, hogy ne húzzuk nagyon az időt, meg hogy beleférjünk a többivel is, ez a Moog-nak a Matriarch nevezetű szintetizátor, ez most egy ilyen tök új, egy tök menő darab. Ez egy ilyen, hát nem tudom neked jobban mondani, ez egy ilyen parafon szintetizátor, ami azt jelenti, hogy valójában ugye ezek klasszikus értelemre véve ilyen monofon szintik voltak, tehát ez most tök mindegy, hogy hány oszci van, de ugye egy hangot tudtál rajta valójában játszani, tehát nem tudsz rajta fogni akkordot. Itt viszont ugye mivel 4 oszcillátort használ, ez egy ilyen fura dolog, van olyan üzemmódja, amikor most éppen nem akar, mert valamit nagyon átállítottál. A szűrőt zárod be, vagy mit csinálsz? De miért nem hát azért, mert be most kéne kapcsolni még oszcit talán. Igen. Tehát meg tudsz rajta fogni akkordokat is.
lesz parafon. Igen. Beszéljük meg, csak a srácok kedvére, mert biztos meg fogják kérdezni, a poli és a parafon közötti különbséget, csak egy pár mondatban. A lényeg az az, hogy minden szintetizátor úgy működik valamilyen elven, most az tök mindegy, hogy milyen elven, de előállít egy hangot. Világos? Tehát egy hangot. Na most ahhoz, hogy előállítsunk egy másik ugyanilyen hangot, az kell még egy ugyanolyan szintetizátor blokknak, hogy ott legyen. Tehát több oszcillátor, több szűrőre, blablabla van szükségünk. Na most világos, hogy a polifon szintetizátoroknál ott az, hogy most ez a hang meg ez a hang között tök más szól, tehát mert tulajdonképpen egy másik szintetizátor szól, csak össze vannak dobozolva. Tehát, de hát világos, hogy azon lehet akkordozni, vagy akár lehet a polifónia mellett még lehet ugye multitimbrális, tehát hogy több hangszín tud egyszerre szólni rajta. Világos, hogy ezeknek mindenféleképpen lesz egy úgynevezett ilyen hardware limitje, hogy hány darab oszcillátor tud kezelni, vagy mekkora az ilyen jellegű kapacitása is abban mi van. A lényeg az az, hogy minden hangnak lesz egy saját hangstruktúrája, a polifónia azt jelenti, hogy ez a struktúra ez hányszor ismételhető, tehát hogy ezekből a voice-okból hány darabot tudsz megszólaltatni. Na, ezt is megtudtuk. A monofón az egy darab hangstruktúra, ugye az egy, hogy hívják, tehát az egy voice, ami tulajdonképpen maga a szinti. A parafónia az meg azt jelenti, hogy ugyan oszcillátorból több van, de például a szűrők közösek. Érted, hogy mit akarok mondani? Tehát onnantól kezdve, tehát a voice-okon belül tud megszólaltatni több ilyen felhangot, hogyha van. Most világos, hogy mit tudom, mondjuk egy Moog Model D-ben van 3 oszci, de ő nem tud ilyen jellegű parafón üzemmódot, csak úgy, hogy én a kézzel bálingatom az oszcikat, hogy ugye mit tudom én mondjuk azt mondom neki, hogy mondjuk itt is az 1-es, 2-es oszci szól, és akkor mit tudom én, most miért nem szól a 2-es? Miért nem akar ezt szólni? Monóba vagy? Miért nem szól ez meg? Pedig? Nézd meg a waveformát. De szól, csak annyira egyformák, hogy... Hát rakd egy másik waveformra, aztán... De ezt jobban hallod. Tehát, hogy ugye az alaposzi menet, majd adok valami magasabbat, mondjuk még ráteszünk, itt adjunk már nekünk egy kis hangerőt, mert én nem hallom. Nyissuk ki a szűrőt, úgy még többet is hallasz. Igen, tehát hogy akkor nyiss ki rendesen, tehát hogy mit tudom, legyen egy ilyen háromszögjel, és akkor az még hozzákeverek még egy oszcit, vagy legyen egy négyszögjel harmadiknak, érte, és akkor így különböző fekvésekbe, oktávokba be tudom állingatni őket. El tudom hangolni, vagy... És akkor ahogy én akarom, ugye ez 3 oszci, és akkor még jöhet a negyedik is beleérte, és akkor az is legyen mit én jó 2 oktávval lejjebb, egy jó szubot még így alá nyesek. Tehát világos, hogy ez ugye ebben az esetben egy voice szól. Tehát nem tud, amit utoljára megütök, ugye, az fog megszólalni. Ugye ebben az esetben ez egy darab voice, mert itt ugye monofónikus állásban vagyok. Tudom azt csinálni, hogy ugye ilyen két voice-os üzemmód, amikor ilyen két oszcillátoronként értelmezhető ez. Nyilván emiatt kerül ez ennyibe. Így van, és van amikor ugye mind a 4 hangot. De akár itt még el tudjuk. Fel tudom rakosgatni, de ezen ugyanaz a szűrőbeállítás megy ugyanazzal a burkológörbe generátorral, tehát igazándiból nem külön voice, csak az oszcikat képes külön húzogatni a struktúra alatt. Na most, világos, hogy ahány gyártó, annyiféle ilyen jellegű preferencia, hogy ki mit gondol. Ebben a matriarkban egy ilyen klasszikus Moog Ladder filter van. High-pass, low-pass. Nem annyira klasszikus, mert ugye lehet kapcsolni sorosba, paralelbe, tehát... Srácok, nyugodtan kérdezzetek, ha bármi van, bár szerintem mindenki most csorgatja a nyálát, ez általában az szokott lenni. Paralelbe megy a két szűrő. Beteg dolgokat elő lehet állítani. Világos, hogy ennek az analóg filternek ennek pont az a lényege, most mondjuk toljunk egy sima soros üzemmódot. Ez, amit reggelire lehet igen, csavargatni. Amit reggel el lehet csavargatni. Ez nem pont az a szűrő, amit ugye a DJ pultokon megszoktál.
És hát azért ennek van egy feelingje. Na most, mivel ez egy analóg szűrő, ráadásul egy rezonáns szűrő, az igazán az izgalmas dolgok ugye akkor fognak bekövetkezni, sőt most nem is követjük a burkolót, akkor fognak bekövetkezni, hogyha én ugye elkezdem megtolni a rezót, tehát... És mint mindig nem esik szét. De már jön a izé. Az Exxon 90. Tehát egészen elképesztő dolgokat be lehet rajta állítani. Ugye a klasszik múgos. Tehát ez egy nagyon jó vicces szűrő. És hát ugye ez 100 éve be van gyakorlatilag betonozva az elektronikus könnyűzenébe, hiszen hogyha most csak ilyen gyorsan így mitől állítsunk be valamit, ugye ez a klasszikus, mit tudom én. Na várjál, akkor adunk neki valami bosszusost, de sok release tettél nekem ide. Ugye ez egy sima fűrész fogjel, jó sok felharmonikussal, de hát ugye... És akkor egy kicsit megvezéreljük a burkoló görbével ugye ezt a szűrőt. Adjunk fel egy kis izé. Nem kell a delay-t, hagyjál már a hülyeséggel. Egy pici finom, legyen egy kis de íze. Ott még nem tartunk, itt tartok éppen, nem? Még a kéknél vagy kék az? Hát ez ilyen... Én nem látom a színeket, srácok. Lila, ez lila. Jó, a lilánál még nem tartunk. Itt vagyunk, a zöld ez, vagy nem tudom mi ez. Na, igazán és akkor baromi gyorsan lehet állítani, érted? Hogyha most adok neki egy kis keyboard trackinget, hogy meglegyen a feelingje a dolgoknak, akkor... Tyuppogtass meg. És akkor meg lehet tyuppogtatni. És hogyha nagyon meg akarod tyuppogtatni, akkor... Hát jobbkor is. Mert lehet játszani az álmon levdúr, bocsánat. Ugye ez volt a standard, ugye 10 évet kizenéltek vele. Világos, hogy mivel dual cascade filter, ezért szét lehet őket hangolni. És így történik az, hogy egy darab zene nem születik egy óra alatt. Igen, és lehet ezeket még ragozni. Világos, hogy van két burkológörbénk, van egy nagyon ami jó a szűrőt kis... kezeli, illetve igen, ami a hangerejét kezeli, hogy az egész hangszínek, illetve a szűrőt vezérli. És hát világos, hogy innentől kezdve aztán mehet a buli, már most kiveszem ezt az oszcit, mondjuk teszünk hozzá egy oktávot felfele ugyanebből, szép halkan, és akkor... Azért mondjuk el a srácoknak, hogy ez egy nagyon-nagyon jó keyboard. Ez ilyen fatar mechanikás? Dehogy is, ez a Moog-nak a saját hülyesége. Nem fatar? De ez ilyen szinti. Majd megkérdezzük a... És hát ugye ezt meg lehet... Fatar? Na, itt bólogatnak. Meg lehet glide-olni, van benne... Izé... Mi ez? Na, ezt pont nem értem, ezt a szekvenszer, de... Az egy arpeggiátor is. Vagy arpeggiátor, igen. De ennek elvileg menni kéne, csak mit állít ez? Várjál. Order, oszcillátor, bank. Oké. Okay. És hogy indul ez el, szerinted? Kész a sláger. Kész a sláger, Tomi. És már nyomhatjuk is az ipart. Na most tegyed rá a delay-et. Tudsz. Lehet vele, igen, nagyon ciklusbalomozni. Most világos, hogyha nem tudom, ez most a műsoron mennyire megy át. Hát ez egy ilyen nagyon klasszik, nagyon old school szintetizátor, nagyon ilyen 70-es, 80-as évek hangzás. Most ennek nagyon nagy trendingje van, tehát most de nagyon jön ez a mondjuk retro. Azt, hogy mondjuk ki, de ez retro. Hogy nagyon sok zenébe beilleszthető a hangja. Hogyne? Tehát ez egy nagyon univerzális hangszer, tehát nem feltétlenül hát csak retro zenére. Mindjárt itt van, tessék, ezt kikapcsoljuk. Itt levesszük a izét, és akkor mindjárt azt mondjuk neki, hogy ezt nem követ semmit, ugye, a rezót levesszük, mert mindjárt itt lesz az, hogy a... Hát most ezt nem tudom műsorban mennyire fog átmenni. Hangunk van, úgyhogy át fog menni. Tessék, itt van a tökéletes szubbosszusa.
és már rakod is össze mindennel. De ez nem, látod, hogy van magasat, tehát... Van, van. Jó, azért csuk be teljesen. Hát ha becsukod, akkor megszűnik. Jó, hát amennyire, hogy ne szűnjön meg. Hát itt most azon a hangfón ezt hallom, mint nagyon mélynek. Kicsit itt a... Mert akkor nem pütyög az eleje. Nem kell pütyögni. De mert... jó, az pütyög is fiad. Jó, hát akkor visszarakom. Tehát lehet vele tolni a hülyeséget. Ez is egy ilyen tipikus mód, sőt a legigazibb, amikor ugyanezt fűrészfoggal csinálod, mert annak még több ilyen titkos felharmonikusa van. Tehát így lehet csinálni ezeket, ez ilyen olyan ultraszubokat, amiket így, ami átjön a YouTube-on és mindenem. Igen, és kb. Az összes stílusba jó, így van, technótól kezdve így van, az R&B, de ezt például nem tudod megcsinálni jól, mit én szérumba meg ilyesmi, mert nem lesz, nem úgy van fel, hát most nem tudom neked. Meg lehet, de nem lesz hasonló, inkább így mondanám, meg lehet, hasonlót lehet csinálni, de nem feltétlenül ilyet. Igen, és akkor nem mondtuk a srácoknak, hogy ebben van itt egy stereo delay modul is. Ja, igen. Na, úgyhogy itt van ilyen szub-szub. Kicsit kinyitod hát, és úgy, de akkor nem szub. Na, csak a delay-t akarom már mutatni. Jó, de azt tyúppogni kell, tudod. De akkor négy szeggel tyúppogtassunk. Bekapcsoltam a... rossz, mindegy. De jó, most már arpeggio. Ja, hogy ezért játssz a hülyeséget. Mondtam. Na. Szóval ilyen dolgokat lehet vele csinálni. Világos, hogy ebből a hangszerből ugye részint full analógia jön ki, tehát ezt aztán el lehet rögzíteni, torzítgatni a kedvenc plugin-jeinkkel, vagy amivel gondoljuk. Visszatérve a hangkártyákhoz, csak egy nagyon-nagyon pici kérdés. Milyen hangkártyát érdemes venni mondjuk egy ilyen eszköz mellé, amivel tényleg azt tudjuk felvenni, ami ebben szól? Hát figyelj, ebből egy olyan hang jön ki, meg olyan dolgokat tartalmaz felharmonikusokba, meg ilyesmikbe, amiknél ide már legcombosabb preampokat illik betenni. Tehát mit mondjuk ilyen klasszikus értelem, én nagyon szeretem a Mugot, én mindig díven veszem át, mert az még egy ilyen külön világot. Tehát nyugodtan mondhatjuk, ha valaki már itt elkezd próbálkozni szintikkel, akkor az ember... Ha ennyi pénzt elkölt szintire, akkor már muszáj ott is elkölteni. Igen, akkor ott is elkölteni. Ehhez már lehet, hogy nem annyira jó pofa Apollónak a saját előfoka se, tehát... Jó, itt akkor mondjuk egy Minitaur esetében mondjuk milyen hang. Ugyanez, a Minitaur semmivel nem rosszabb minőség, mint ez. Tehát amikor csak valaki, szolgáltatásban kevesebb. Igen. Más struktúrákat tud. Tehát hogyha valaki ilyen, a Moog az tipikusan ez, tehát azért Qualics-ba ők nagyon ott vannak. Mit én mondjuk például, nagyon sokan kérdezték ugye ez a D-kópiás Behringert, amit ugye szerettünk. Nem tudom, most meg fogjuk mutatni, de most azért ne járkáljunk. A lényeg, hogy egészen sikerült. Apróságok olyanok, amik nem teljesen úgy működnek, mint a Moogon. Oda nem biztos, hogy kell a Neve, érted? Mert ha már annyira Moogot akarsz, akkor Moog Model D, amiben benne van az apró kicsi izé, meg ott a legteteje is pont olyan. Tehát ezekre így rá lehet menni, mondom, ez attól függ, hogy kinek mekkora fétis ez, hogy mennyire bírja ezt mutogatni, vagy nem mutogatni, vagy a zenéjében ez mennyire fontos. Egyszer csináltam egy ilyen ilyen Goa Trance, nem tudom jobban mondani, hogy ez a tuf, és beleestem abba a hibába, hogy akkor még egy ilyen klasszikus nagy Moog modulár állt itt a Hitspace-be, akkor még itt dolgoztunk, itt volt bent a stúdió, és mit én jókedvemből rákaptam is az egyik számba, így lecserélgettem tudod a hangszíneket, megcsináltam mindent, rámet két hetem, de nem probléma, érted szépen monofón szintivel, ugye sok izéket, minden. Az a nóta az úgy elkezdett szólni innentől kezdve, hogy a csávú vérszemet kapott, és 9 hónapon keresztül csináltunk érte egy ilyen 6 trackes Goa Trance lemez, amit szerintem soha büdös életben senki, és amikor elküldtük a kiadónak, akkor sokkot kaptak. Tehát mondták, hogy ezt azért nem adják ki, mert egy túl jó szól a többihez képest, ez nem jó, ez ide, mert nem jó. Igen, ez már nem olyan, mint a többi. Jó, majd megmutatom nektek. Rettenetes, a lábdob is analóg, minden, a tyúppogások, a izék, tehát nagyon borzasztóan meg lehet ezt csinálni. Irgalmatlan idő, meg pénz, meg izé befektetés ez, tehát világos, de mondom, lehet ezt domborítani, mondjuk lehet, hogy nem a Goa Trance-be kell ezt előhúzokodni ezzel, de mindegy, akkor az volt úgy, hogy így belehúztam. Azt kell nagyon, azért, tehát például, aki mit tudom, mondjuk így abszolút szintivásárlás előtt állnak, a legnagyobb problémákat
az ilyen specializált hangszínek jelentik. Most a specializáltat ne úgy értsd, hogy vannak azok a ilyen super torz, főlídek, meg mit tudom, és amik amúgy is hangosak, azokat úgy is hallja mindenki. A problémák ezekkel vannak, az ilyen rejtett szub, a háttérbe pütyögő kíséret, ami valami miatt a, most kicsidjak, Tiestót szoktuk. Szóval a Tiesto működik, náluk meg nem, tudod, akárhogy keveregetik, zac van. És ilyenekre ezek a, tehát mi ezekre a ilyen dolgokra ezek iszonyatosan jók tudnak lenni, hogyha az ember észnél van. Na most, aki ilyenen töri a fejét, ugye a legtöbb esetben a legcikibb megoldások, ugye a basszus, az a legkritikusabb, mert azt nagyon nehéz megcsinálni, hiszen a basszus egy szűk tartományba játszó mély hang, alig van felharmonikusa, ott nem mindegy, hogy pontosan mi a karakter, hogyan megy. Egyszerű, nem véletlenül, hogy először basszussal igen, lesznek. Egyszerű szuszokat. Hangnak kell lenni, ezért tömérdeg ilyen basszusra jól használható jellegű analóg szintiket gyártanak még olcsón is. Tehát most akkor soroljuk Minitaur, akkor ez a mi a halálnak a neve annak a másik Moog-izének, ami ilyen ladder filteres, aztán mit tudom én, gyártanak ilyet Shem filterrel, SE2 Roland, System 500 Roland, ugye a klasszikus ugye, Roland szűrővel, Gábor segítség, már mik vannak még ilyen izék, klasszikus, hogy a TB303 ugye, annak is van a szűrője, amit így külön mit tudom, a SE ATC-be hibátlan TB filter van. És egy csomóan erre ráadásul meg modulárokat vesznek, tehát megveszik az oszcikat, és akkor úgy állítják össze, nem létező a Moog oszcillátor a Oberheim filterrel torzítva, nem tudom mivel. Nyilván ott ez a szabadság benne van. Nyilván. D-Smith, igen, Evolver, izék, ja. Stb. Na most ugye az van, hogy a hogy ugye tipikusan ez a, igen. Tipikusan ezek a belépő szintik, amiket így az emberek így vásárolnak. De persze aztán rájönnek, hogy hú, az arpeggiót is milyen jó össze lehet vele rakni, meg azokra a pütyögő hangszínekre is milyen jó, és akkor ugye úgy kinyílik a világ. Mindenkinek azt javaslom most, aki a műsort nézi, hogy arra a különböző szoftver szintetizátorok is ezeknek a modelljei teljesen frankók, hogy megnézd azt, hogy neked milyen stílusú dolgokra van szükség, milyen stílusú szűrőket szeretsz, milyen típusú modulációk, amik elkerülhetetlenek a zenébe, és akkor ennek a fényében már, hogy mit jön nekem, nagyon fontos, hogy legyen egy soft szinkron, meg tudjon FM-et, mit tudom én, és akkor ez már rögtön egy tájékozódási pont itt a halom analóg izék között, hogy akkor most melyiket érdemes venni. Vannak olyan emberek, akik szídre, tényleg, jó, ez deszínes, hazaviszem, tök jó, és akkor csinál vele egy zenét, mert világos, hogy ezek ez a jellegű paraméterezhetőség, érted meg, hogy ez azonnal van minden. Használtatja magát, tehát igen, bárkit ez... ideállít, az két perc alatt tudja, valamit, hogy mi hol van. Valamit csinál rajta, tehát a mindenből valamit csináló gép. Úgyhogy van olyan is, aki ezt megengedheti magának, de mondom, aki okosan akar, az nézegesse iszonyatosan a szoftver szintiket, és nézze meg azokat, hogy milyen modulokra van szüksége, mi az, amit ilyen olyan jellegű hangszínek, amiket az Istenek nem tud megcsinálni, basszus akár szőnyeg, vagy akár úgy érzi, hogy nem tudja leutánozni a kedvencét. Stb. Nem tudja leutánozni a kedvencét, vagy valami ott történik. Ezeket nagyon jó ki lehet tesztelgetni, és akkor, hogyha ilyen jellegű céltudatosabb keresés van, akkor sokkal könnyebben lehet ezen a piacon tájékozódni. Mi a eset azzal a verzióval, amit a Ákosunk mondott még a legutóbbi alkalomkor, hogy ő teljesen elengedi, és inkább átküldi mindenféle trafós dolgon? Nála a zenében az a jó, hogy kis ezerféle úton fel tudsz jutni oda, ahova te fel akarsz. Világos, hogy az a fontos, hogy kit mi inspirál, menjünk ki, és amúgy. Mire, így van. De majd előtte tartunk egy szünetet, egy 5 perces. Átálljunk. Jó. Jó, akkor befejezve ezt a gondolatot, tehát hogy kit, mire inspirál és hogyan, és hogy a különböző munkafázisokból, így mondom neked, mire mennyi energia jut. Tehát világos, hogy mit tudom, Ákosnál is ugye a mostani zenéibe nem 100%-a kritikusak azok, érted, hogy most autentikus, tökéletes modell legyen, hiszen ő ilyen levegő égből kiemelt nem létező hangokkal variál, amiket nem tudsz hova kötni, mellette meg rettenetes akusztikus szólás van. Tehát ő ugye ezeket mixelgeti. Tehát nála az mondjuk nem szempont, érted? De ha valaki mit én Kraftwerket akar utánozni, érted? Ott az nem lesz jó pofa. Egy bármilyen Moog szintéhez milyen preampet ajánlsz? Mondom, én mindig névezni szoktam. No more question, ugye?
Tehát nagyon jó amúgy, hogyha igazán vicceset akarnak, de az már nagyon öreges, nagyon jó Universal Audio-nak a 610-ese, az a csöves, a vasaló preamp. Az is zseniálisan szól. Na menjünk el 10 perc szünetre, és akkor így kimegyünk. Van, és aztán teszünk egy túrt, csak még egy kicsit még ezt hagyjuk. Most már ez egy tök jó hangszín. Sok kicsit a rezó. Az a delay, ehhez értesz. Na, jó, hagyjál. Innen köszönjük folytatjuk. Szépen, innen. Még jövőt, úgyhogy nem menjetek sehova. Műsorunkat a Zaj Stúdió és a Hitspace támogatja.